Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. Ismét találkozunk, remélem, hogy az előző héten is megnéztétek a mi kis adásunkat, elgondolkodtatok azon a száradkező bácsin, akit Jézus meggyógyított. Most egy más témáról fogok veletek beszélni. A magvetőről olvastam nektek. Régen egészen másképpen történt a magvetés, mint a mai időnkben. Tudjátok, hogy nem is olyan egyszerű munka, a föld munka. Fontos ugye, hogy nagy búzatábláink legyenek, ahol sok búza terem, és akkor lesz kenyerünk, és jó lesz, tudunk vajas kenyeret csinálni, meg teszünk rá finom szalámit, meg minden nagyon jó. Tehát a kenyér nagyon fontos. Régen is az emberek ismerték a kenyeret, de akkor másképpen vetették el a búzamagot, mint most. Most napjainkban gépi eszközök segítségével művelik meg a földet, a talajt, és vannak gépi eszközök, amivel elvetik a magot. És akkor a mag ott lapul a földben, és egyszer csak gyökereket ereszt a talajba, aztán kibújik, valahogy kibújik a földből egy zöld kis levelecske, és akkor az rohan növekszik, és aztán kalász lesz rajta. Nos, hát én erről szeretnék veletek beszélni. Ez a Jézusnak egy példázata, nagyon tanulságos példázata a magvetőről. Tehát régen, a régi időkben, még az Úr Jézus Krisztus korában, akkor nem ismerték a gépi eszközöket, hanem aki a magvetést végezte, vagy egy nagy tarisznyába beletette a búzaszemeket, a nyakába akasztotta, és abból a tarisznyából hintette a földre a magokat, vagy pedig volt valakinek egy nagy köténye, amin elől egy nagy zseb volt. Nagy zseb. Azt teleöntötte búzaszemekkel, ugye, ez egy jó dolog, teleöntötte búzaszemekkel, és akkor belemarkolt, és akkor meglódította így a karját, és akkor így vetette magot, belemarkolt a nagy zsebbe, kivette a magot, így meglódította, és így szórta mindenfelé. Na, ti is csináljátok velem. Próbáljuk vetni a magot. Belenyúlunk a nagy zsebbe, elképzeljük, hogy itt van előttünk egy nagy zseb, belemarkolunk, kivesszük ugye a búzát, és akkor egy nagy lendületet veszünk is, és becsukjuk a szemünket, és szórjuk a búzát, és akkor megyünk így lépésbe, előre, és végül az egész szántóföld, a megművelt föld tele lesz búzaszemekkel, és akkor a gazdák imádkoztak, hogy Uram, áld meg a mi magvetésünket, hogy itt legyen termés, hogy a fagy ne tegye tönkre, vagy aszály, vagy hasonló, és akkor mindenki békességben hazament. Na tehát egy magvetőnek a napját fogom most bemutatni nektek a Jézus példázata alapján. Tehát a magvető bácsi kiment magot vetni a földjére. És hát ahogy a földjének a szélénél járt, a föld széle mellett volt egy gyalogút,
ahol gyalog jártak az emberek, néha teheneket, szamarakat, kecskéket is ott vezettek el ezen az úton, és amikor hát ez az ember vetette a magot, akkor némelyik mag oda zuhant az út szélére. Hát az út széle, tudjátok, hogy kemény volt, kemény, mint a kő. Hát letaposták az emberek, letaposták a lovak, a tehenek, a birkák, a kecskék, letaposták egészen, és hiába vetette oda ez a jó ember a magot, hát nem tudott bele hatolni a talajba, a földbe. De ezt a pillanatot lesték a madarak. Hú-hú. Lesték a madarak, tudjátok, a madarak milyen élesen és jól látnak, messzire látnak és észreveszik, ha ott búzaszemek vannak valahol. És akkor különféle madarak, verebek, soroljátok tovább, hogy milyen madarak repkedtek oda. Oda repkedtek, így csapkodtak a szárnyukkal, oda repkedtek, és a csőrükkel oda koppantottak. Próbáljátok meg ti is. A csőrükkel oda koppantottak, és bevették a csőrükbe a magot, és szépen megették, és örültek. Hát ebből nem lett termés. A madarak elrepültek, búza pedig ott nem kelt ki. Nem volt semmiféle termés. A madarak mindig elkapkodták. Hát a magvető bácsi ugye bőségesen szórta a magot, és hát nem is gondolta, hogy majd egy rész oda megy az út szélére. Hát aztán tovább dolgozott az ember, újra mit csinált? Belenyúlt a nagy zsebbe, újabb marék búzát vett ki, és akkor hintette nagy erővel. És akkor olyan helyre estek a búzaszemek, ahol ilyen sziklás felület volt, sziklás, tudjátok, a hegyoldalban is, meg sokszor a mi földünkön is vannak ilyen sziklás helyek, hogy rázuhan a mag, és hát nem tud belegyökerezni mélyen, kevés a föld, és abba a parányi kis porba talál valami lehetőséget, és kihajt. És mivel nem volt mélyen a gyökere, hát tönkrement. Ugyanis a nap a nagy sugaraival felkelt, a nap, és sütött a nap, és ezek a búzaszemek, amik sziklás helyre estek, megperzselődtek a nagy hőségbe, képzeljétek, a szegény búzaszemek megperzselődtek. Nem volt gyökerük, nem tudtak sehova elbújni a napsugarak elől, és kiszáradtak. És ezekből a magokból nem lett élet, nem lett termés. A magvető bácsi aztán tovább megy. Már elfogytak a magok, kötényéből, a nagy zsebből, és akkor a zsákból újra töltött a köténybe. A zsákból, mi is vegyük most a búzaszemeket a zsákból, nyújtsátok ki a kezeteket, vegyük a zsákból a búzaszemeket, és rakjuk tele a kötényünk zsebét, majd aztán onnan fogunk tovább dolgozni, vetni. Hát újra vett ez a bácsi, megtörölte a homlokát, mert izzadt már a napon, megtörölte a homlokát, az órát is, mert már az izzadság az órahegyén volt, és akkor aztán nekilendült,
belenyúlt a nagy zsebbe, és kivett egy marokkal búzaszemeket, és hogy szórta megint, szórta, ment előre, szórta, és hát ezek a búzaszemecskék tövis bokorba estek. És hát ott a tövis bokorba volt egy kis hely, ahol a talajba kerülhettek, és a gyökerüket beleereszthették a talajba. Elkezdtek aztán kihajtani, nőni próbáltak, de a tövisbokor, az irigy tövisbokor így körülfonta, hogy ne fejlődjön, hogy ne legyen neki kalásza, hanem fulladjon meg. Hát igen, ez a tövisbokor, ez nagyon csak maga akart élni. És teljesen megfojtotta a búzaszemeket, amik oda estek. Hát ez is szomorú dolog, hogy a búzaszemekkel ez történt. Ott az árnyékba, ahol már nap sem érte őket, előzőleg, mivel a nap forró sugarai alatt tönkrementek, itt pedig már nem érte őket a napsugár, egy bokor alatt voltak, és ott a sötétben nem fejlődtek, nem volt. Hát az ember hiába gondolkodott, hát hogy is lesz termés, hát se az út szélén nem lehet aratni, se a köves talajon, a bokrok köz se találok semmiféle termést. Hát, mi lesz, hogy lesz? Mit gondoltok? Elszomorodott a magvető, hogy hát már harmadszorra ilyen sikertelen az ő munkája. Sikertelen a munkája, nem lesz semmi abból, amit csinált. Na és akkor haladt tovább a szántóföldjén, újra belenyúlt a nagy zsebbe, és újra hintette, körülnézett. Ott nem volt se bokor, se köves talaj, ott egy mag se hullott. Egyetlen mag sem hullott az út szélére, hanem volt ott egy nagy-nagy terület, amit így nevezett, hogy ez jó föld, ez a föld képes volt befogadni a magot. És a magok is örömmel hullottak oda ebbe a jó földbe, egymás után, hogy a földre estek, a magok keresték, hogy hogyan is illeszkedjenek, hogy itt elbújjanak a föld alatt, és hogy gyökerük legyen. És hát szépen nőttek a gyökerek, kis apró gyökök voltak először, aztán gyökerek lettek belőlük, és megkapaszkodott a búzaszem, megkapaszkodott a talajba a gyökerei, és a gyökérből vette magához a táplálékot, onnan ivott, onnan evett, és erősödött, és a föld alól, a kemény föld alól kibújt, áttörte magát, a talajon áttörte magát, és egy szárba szökkent. Igen, jó földbe esett mag, kihajtott, és nőtt, és aztán lett neki szép nagy kalásza, a kalásznak kalászon sok bajusz is volt, ilyen bajuszok is voltak, és szép nagy kalász. Volt olyan kalász, ami 100 annyi termést hozott, a másik 60 annyi termést hozott, a legkevesebb pedig 30-at. Hú, ez csodálatos. Nem csodálatos, hogy ennyi búzaszem volt, hogy ilyen bőtermés volt.
örült is a gazda, amikor eljött az aratás ideje. Persze, ahogy nőttek a kalászok, ott a szomszédba búza virág is volt, a búza virágnak ugye kék színe van, nagyon szép kék színe, és pipacsok is megbújnak, ott alattomba megbújnak a búza kalászok mellett, itt-ott nem olyan sűrűn, néha sokan is a piros fejükkel ingatóznak, bólogatnak a pipacsok a piros képükkel, ó, csúba, piros a képük, a búzavirág is ragyog a kék szemével, és nagyon szépek a nagy búzatáblát, képzeljétek magatok elé. És mit jelent ez az egész példázat? Az Úr Jézus a magvető, a mag, amit elvet, az az Isten igéje, az az ige, amit én is most hirdettem nektek, hogyha a mi szívünkbe behatol Isten szava, igéje, akkor mi is, a mi szívünk is terem gyümölcsöt, de olyan a szívünk, mint az útmenti útszéle, olyan a szívünk, mint a koves talaj. Ha olyan a szívünk, ami tele van tövissel, bokrokkal, akkor nem tudunk szeretni, nem tudunk hinni az Úr Jézus Krisztusban. És ez szomorú dolog. De mi hiszünk, ugye, imádkozunk azért, hogy az Úr tegye, jó talajjá a szívünket. Hát eddig a történet.